nem érdemel ugyanolyan figyelmet. Pedig kevesebbe kerül, mint gondolná. Olajcsere akár 9.990 forintért a Service 4 Plus programban. Részletek a résztvevő Opel márka szervizekben. Opel. Wir leben Autos. Több évtizedes tapasztalat, gazdag referencia, kivételes géppark, akár extrém bontásokhoz is. Bontás az építés szolgálatában. Landbau Kft. A Dino Sporthíradó szakmai partnere, a Magyar Taekwondo Szövetség támogatója, a KVON. Másodperceink vannak hátra, start! Elindult a 93. a 2015-ös magyar derbi, és egyre úgy tűnik, hogy nincs tempó, Sorrisával elmennek vezetni, Sorrisának kéne a tempót csinálni, mellett ott van Bátor, ott van Szürgekű elindó, nagyon fognak a lovasok, nagyon pulózik Dallarmi Open End is, Mr. Bass a szerb vendég, hű, de erősen pulózik, mellett ott jön megkapó, ott jön Niketász, amikor több mint 2000 méter van még hátra, nagyon-nagyon együtt az egész társaság kívül, ott Dallarmi vezetni fog Sorrisával, Dallarmi, Sorrisa, Bátori hármas az élen. Kevesebb mint egy kör van még hátra a 93. magyar derbivel, és Dallarmival valóban kerekes elmegy vezetni. Dallarmi már az élen mögött erősen fogva, Bátori a második pozícióban, Sorrisa pedig ott látom egyelőre a harmadik helyen, aztán jönnek a többiek, Mr. Bass és Quelindo, két favorit már ott van a 4.-5. hely környékén, és keresem Mr. Pent, egyelőre Mr. Pent csak a középmezőnyben, előtte még többek között megkapó is helyezkedik kívülről Gino Maxival, és miniatűrrel indulnak el. A túlsó oldalra fordul a mezőny, és Dallarmi elfoglalta a helyét, most már ott az élen. Dallarmi előnye nagyjából egy hossz Sorrisával szemben, jó 10 hosszal leszakadva jönnek csak az üldözők Bátori vezetésével. Quelindo a favorit, a szürke, Jaroszláv Línekkel ott van a 4.-5. helyen, mellett a szerb vendég Mr. Bass is remekül tartja magát, aztán a miniatűr következik, továbbra is vár Denibrock Mr. Pennel, de nincs túl messze a másik favorittól, Quelindótól. A 93. magyar derbi mezőnye elhagyta most már az ügető átjárót, és Dallarmi még vezet előnye két hossz Sorrisával szemben, de jönnek most már a többiek, jön Bátori, jön Quelindo, jön most már Mr. Bass, mögöttük pedig miniatűr színét ünnek föl, és Mr. Pen is ott van most már az élmezőnyben, nagyon-nagyon együtt a mezőny, egyelőre azonban, aki vezet, az Dallarmi, mögötte most már Bátori, és jön Quelindo. Hölgyeim és uraim, Dallarmi nem akart beállni, most viszont vezet 800 méterrel a vége előtt, és egyre nagyon meggyőzőnek tűnik Dallarmi, Quelindoval indulni kellene, Mr. Pennel indulni kellene, egyelőre Bátori van a második pozícióban, Dallarmival kerekes megpróbálja a derbit ellopni, Dallarmi vezet, amikor vérnek hasonlóak a célérve, Dallarmi az első, jön az utolsó 500 méter, hölgyeim és uraim, Dallarmi, akit nagyon régen láttunk versenyezni, egyelőre az élen van, Dallarmi, Quelindo, Mr. Penn zárkozik nagy lendülettel, egyelőre semmi nem dönt el, hölgyeim és uraim, Quelindo a szürke vezet, de óriási lendülete, Sorrisa, micsoda meglepetés, Quelindo, Sorrisa, vagy Mr. nem megkapolja a másik helyre, óriási, Quelindo meg fogja nyerni a verseny, Quelindo, megkapó, vagy Mr. Penn, Quelindo, szürke győzelem, megkapó, Mr. Penn, ez a befutás is jövőben. Sportosat. Híradónk vendége az előbb látott szürke derbi győztes ló tulajdonosa, Deák György. Szerbusz, üdvözöllek! Szerbusz, köszöntöm a tévénézőket! Azért gyorsan tegyük hozzá, ugye, feleséged és a lányod is egyben, ugye az álmodó istáló tulajdonosai. Így teljes, tehát. És így teljes. A hölgyeket ne felejtsük el, ugye? Nem bizony, a legfontosabb, hiszen azt szokták mondani, minden sikeres férfi mellett legalább egy erős nő is van, hát az én esetemben kettő erős nő is van. Elhangzott a közvetítés alatt, hogy nem itt, hanem még utána ugye megy tovább még a speaker, mondja, és többek között ugye elhangzott az is, hogy csúcsra ért az álmodó istáló. Most lett kerek a történet. Valóban? Hát én úgy gondolom, hogy igen. Szóval innen nagyon nehéz tovább lépni. Valószínűleg, hogy az eredmények tekintetében a nagy külföldi sikerek azok, amik jöhetnek egy futtató életébe. Hát illetve az, hogy próbálja meg az istáló formáját szinten tartani, és lehetőleg a papírforma győzelmeket, sikereket egy azonos formával biztosítani. Akkor a Deák családnak ez volt az első derbi győzelme? Igen, és ez így önmagában, hogy első derbi győzelem nem is fedi teljesen a valóságot. A derbi ténye igaz.
Az egész mögött van egy nagyon komoly mondat, egy álom teljesült. 2005-ben vásároltuk az első angol telivérjeinket, és úgy gondoltuk, hogy akkor még nem tudtam, hogy tévesen, hogy mi egyszer majd magyar tenyésztésű lóval, magyar trénerrel, magyar lovassal szeretnénk magyar derbit nyerni. Így lenne szép. Így lenne tökéletes, és remélem, hogy nagyon jó úton haladunk, hiszen aki ezt a derbit végigkövette, ugyan kisebb meglepetést okozva, de egy bábolnai tenyésztésű kanca lett a derbi második helyezettje. De visszatérve az eredeti gondolatsorhoz, tehát ez az álom most teljesült, ez volt az első derbink, ezt nyertük meg. Derbit futottunk már többet, hiszen emlékezetes 2011-ben mediplomat szereplése, aki akkor toronymagas favoritnak volt kikiáltva, de a derbiben mégiscsak volt egy ló, aki akkor ott egy fejhosszal jobb volt, mint mi. A tavalyi esztendő, amikor a derbi napon szintén három nagy díj győzelemmel a hátunk mögött vártuk a derbi futamot, ugye Thunder Teddington volt a favorit, Red Hat Calypso szintén a mi lovunk volt, és mégis az utónevezett szlovák Kilvert azon a napon jobb volt, mint a mi két lovunk. Akkor mit éreztél tavaly? Keserűséget, csalódottságot? Vagy pontosan azt érezted, hogy mivel annyiszor most ott voltatok, hogy a következő alkalommal meg lesz? Ilyenkor nem gondol az ember a következőre. Én úgy gondolom, hogy akkor és ott sajnos éreztük, amikor Thunder Teddington lovasa megindította az ívre, az egyenesre érkezve, de már az ívben a lovat, hogy valószínűleg nem fog sikerülni. De egy olyan szenzációs 2014-es derbi napot zártunk, hiszen a Buccaneer díjat pályarekordban megnyerte Silent Blessing. Az FVM díjat meglepetésre és legnagyobb örömünkre megnyerte Helikónia. A magányos díjat Claudia Octavia, tehát három nagy díj győzelemmel vártuk a derbit. Hallottak olyan hangok is, hogy túlnyerték magukat. Uh-huh. Tavaly igazuk volt, idén nem. Erre külön figyeltél oda esetleg? Vagy? Már a túlnyerésre? Igen. Nem, szó se lehet róla. Ezek a lovak azért készülnek, ez a csapat azért készíti őket, hogy az adott versenybe a lehető legjobb eredményt érjék el, uh-huh. és hogyha ott tudnak győzni, akkor győzzenek. Ha ma itt tartunk csapat, és ugye erről sorolta, az lenne, hogy minden magyar lenne. Nézzük először a szürke ményt. Ő milyen származású, honnan? Ő Németországban, a Gestüt Pasberg ménesben látta meg a napvilágot. Így német származásúnak tekinthető. Ki vette a lovat? Ez egy nagyon fogos, ravasz kérdés. A lovat én úgy gondolom, hogy a lányom és a feleségem vásárolta. Kimentek Németországba? Volt egy... Én is kint voltam velük, de ugye ennek az árverésnek mindig van egy nagyon komoly hangulata és felvezetése. Ugye a felvezetésben lehetőségünk van a boxokba az árverésre kerülő lovakat végignézni. Egészségügyileg kihozatni, megsétáltatni, hogy a későbbiekben az árverési csarnokba azért már úgy érezd, hogy te most egy egészséges, jó lovat vásárolsz, vagy esetleg vannak apróbb hibái, és az árat is ehhez tudod beállítani. Feleségem első látásra azt mondta, hogy ez a ló kell nekünk. A lányom ezt megerősítette. Igaz, hogy volt egy kis félelem bennünk, mert kevesen tudják, hiszen ez egy belső dolog, hogy életünkben ez idáig kettő darab szürke ménünk volt, és sajnálatos módon egyik se került a pályára. Mert? Az első esetben sajnos egy takarmánymérgezés következtében kapott savós patairhagyulladás miatt elpusztult a lovunk, pár 4 hónapig küzdködtünk érte. A második esetben pedig 2 évesen összeszedett egy olyan lábsérülést, amivel nem kockáztattuk volna meg, hogy pályára menjen, mert nem szerettük volna azt látni, hogy tragédia történik. Így egy nagyon kezes, kedves hobbiló lett belőle. És ugye a harmadik, az innentől egy rizikó, egy kockázat, de ebből is látszik, hogy annyira azért nem vagyunk bevonásak. Na, helyes. Mikor éreztétek, hogy meg lesz, tehát győz a favorit? Hűha, hát én nem tudom. Igazából, amikor felszaladt Dalármi mellé az egyenesbe, és láttuk a lovasát, akkor én úgy gondoltam, hogy innentől nem lehet probléma, mert... Az utolsó 150-200 méter, ugye? Abszolút, abszolút az utolsó. Tehát addig... Nem, hát
soha nem mehet az ember lóversenybe biztosra, főleg nem egy tulajdonos, akinek az életében már kétszer előfordult az, hogy derbi favorit lova éppen hogy, de kikapott. Nem tudom, tehát csodálatos, tehát mi nem is láttunk, hallottuk a morajt, hallottuk a közönséget, és hallottuk a kommentátort, és egyszer csak hallottuk, hogy Kvelindó az élen, de aztán hallottuk, hogy ugye legnagyobb vetélytársunk, a szintén veretlen Miss Törpen is jön. És ráadásul azt hiszem, hogy a nagy felfordulásban még Mondóka neve helyett is egészen más hangzott el. Tehát tudtuk, hogy három ló az élen, három ló puta győzelemért és a halhatatlanságért, és azt hiszem, hogy a célban, amikor megláttam Linek négy ujját, mutatta, hogy a negyedik derbi győzelme, akkor úgy átfutott rajtunk, hogy sikerült. Hol néztétek végig a derbit? Mi mindig élőben lent a karfán támaszkodva. Tehát lementek, és akkor a korlátnak csak neki is, támaszkodva. Csak is, mert ott a csapat, rengeteg zöld-kék emberkét lehet látni, mert az istáló színbe öltöznek a kollégáink, és ott szorítjuk végig a futamokat. Mi lett volna akkor, hogyha kerekes karcsival nem szalad el Dall'Armi? Hát én úgy gondolom, hogy mi mire lett készültetek? Volna, mi volt a taktika? Én úgy gondolom, hogy a tréner azt kérte a zsokénktól, hogy lehetőleg a negyedik, ötödik hely környékén mozogjon végig a verseny az folyamán. Azt hozta is pontosan. Abszolút, teljesen. Szerintem nem volt benne, hogy mi lett volna, ha. Tehát azt tudni kell, hogy ez egy derbi. 13 ló, a 13 ló közül ráadásul nem egy, nem kettő tréningtárs is, tehát valószínűleg ott a trénernek három lónak a 2400 méterét kell megterveznie. Mi úgy gondoltuk, hogy biztos lesz olyan ló, akinek kell a tempó, és hogyha tempó lesz, akkor mi biztos, hogy jól tudunk helyezkedni. Na most a speaker is azt mondta, Pécs István is, hogy elég lassú volt a tempó az első. Hát, hosszú távú versenyeken az esetek nagy többségében azért az első 200-300 méter a pozíció harc helyezkedéssel történik, de mindig lesz egy, aki aztán magára vállalja a vezetést. A tavalyi esztendőben... Ez érdekes, bocsáss meg, amit mondtál, csak azért, mert beszéltem Ribászki Sándorral, ugye Dall'Arminak ő volt a trénere, és Kerekes Károlynak teljesen más utasítást adott ki. A Karcsi annyit tudott mondani, hogy tudom, de nem tudtam a lovat fogni. Ez látszott is végig. Tehát nem az volt a taktika, hogy a Dall'Armi előre megy, és akkor ő megpróbál startcélgyőzelmet elérni, hanem egyszerűen a Karcsi nem tudta megfogni a lovat, és így nem tudott a Ribászki Sándor által elmondottak szerint lovagolni. Én senkit nem... Na csak milyen helyett, érdekes... De ez egy nagyon érdekes dolog, ugyanis azt láttuk, hogy másodpercei voltak hátra Dall'Arminak, hogy egyáltalán elindulhatott a 93. magyar derbibe, ez jól követhető volt az egyenes TV közvetítésben is, és kint a helyszínen is. Tehát egy ló, aki 4 percig nem áll be a startgépbe, úgy gondolom, hogy egy olyan idegállapotba kerül, hogy... Igen. Nem védeni a Karcsit, de simán el tudom képzelni, hogy ez az 500 kilós csupa erőizom jószág muszáj volt elengedni, mert lehet, hogy több kárt okozhatott volna magába, versenytársaiba, mint így, hogy ment. És azt kell mondjam, lehet, hogy Ribászki Sanyi más eredményt várt, hogy Dall'Armitól ez a negyedik hely egy nagyon szép eredmény. Ez egy korrekt hely végül is. Én úgy gondolom, igen, de azt tudni kell, hogy azért egy derbibe a trénerek, a tulajdonosok mindig a győzelmet várják. Tehát ez is érthető valahol. Abszolút. Jó, minden esetre csak egy kis kulisszatitkot elárultunk, hogy mégis hogy ment elől a Dall'Armi, ugye? Ez látható volt, hogy tehát nem mert volt már rá példa, nem egyszer derbinél, hogy tudtuk, hogy egyik istáló, hogy mondta, hogy egy trénernek ugye volt három lova is, hogy megbeszélte, hogy te fogsz felvezetni, te mész elől, és majd utána majd szépen. Abszolút. De ez most nem így történt. Nem. Szóval akkor megbeszéltük a lovat, tudjuk akkor, hogy Németországból hoztátok, feleséged és lányod választottak ki. Viszont a tréner, jól tudom, az magyar, nem külföldi. Magyar a trénerünk, Maronka Gábor, egy vajdasági születésű magyar fiatalember, aki kint végezte el a versenyló tenyésztői iskolát, majd elég hosszas lovas karrier után
két horvát derbi nyeréssel a zsebébe érkezett Ausztriába, Ausztriába is trénerkedett, és végül is a tavalyi év elején érkezett meg az istálónkhoz, akkor mint munkalovas, de számunkra még a segédtréner fogalom is benne volt, hiszen a tavalyi évben Dodi Rosszivál volt a mi segítőnk és az istáló mestere, viszont neki alagon is elég komoly versenyistálója volt, ugye a heti három alkalom, amit a mi istálónknál tudott tölteni, az ahhoz elegendő volt, hogy a versenyekre fölkészüljenek a lovak, de ezek a lovak 24 órában, egy héten keresztül folyamatosan igénylik a törődést. Akkor jó választottatok. Ti választottátok, hogy ő választott benneteket, Gábor? Én úgy gondolom, hogy mi választottuk őt. Tehát valószínűleg, hogy szimpatikusak lehettünk a számára, hiszen külföldön többször találkoztunk, Ausztriába, Szlovákiába, a versenypályákon. Láthatta, hogy milyen csapat vagyunk, talán a Facebook nevű, ma már mindenki számára elérhető közösségi oldalon. És abból is így táplálkozhatott ennyi információ? Miért ne? Miért ne? Bár valószínűleg ezeket a kérdéseket neki kellene föltenni. Miért Linek volt a zsoki? Miért nem egy magyar? Akár kerekes karcsi, most hirtelen. Egy Varga Zoli, tehát... Ez egy nagyon érdekes kérdés. Magyarország kis ország, és valamikor mi zsoki nagyhatalom voltunk, hiszen ha jól tudom, és a lexikális memóriám azért nem tökéletes, több mint 100 derbi győzelmet szereztek a világba a magyar lovasok. Azonban az utóbbi években ez minimálisra csökkent. Ha jól tudom, akkor 14 vagy 15 profi zsoké licensz került kiadásra ebbe az esztendőbe Magyarországon. Az istálók száma pedig közel, én 50-55-re becsülöm, de lehet, hogy e fölött van. Na most hát 14-15 lovast jól beosztani nagyon nehéz. Mi az eltelt időkben, ugye azt tudni kell, hogy mi nem alagón készülünk, hanem felső pakonyba, tehát eléggé távol a magyar lóverseny tréning központjától, Dunakeszi alaktól, így oda nem is szívesen szerződtek effektív zsokék. Gorán Mesetovic ugye 2 éve lovagol az istálónknak, Gábor hozta Magyarországra először, akkor még, mint osztrák tréner, és ajánlotta figyelmünkbe a fiatalembert. A derbi napjáig vezette a zsoké ranglistát, nem tudom, hogy most hogy áll, ebből nem készültem, de egy biztos, hogy nagyon meggyőző és jó képességű, készségű lovas. Jaroszláv Linek meg köztudottan a régió egyik legjobb lovasa. Az eltelt közel 10 évben több alkalommal lovagolt már nekünk, és idén januárban meghívtuk párjával együtt, eljött hozzánk, és ugye a kíváncsiság nagy úr, hogy lovas számára mi az első, nézzük meg az istálót. És ugye Gáborékat megkért, hogy vezessék ki a lovakat, és valahogy első látásra ő a szürkét választotta, hogy ha ő lovagolhatja, ő ezt szeretné lovagolni. Tehát ebben az esetben a tréner elképzelése és Jaroszláv Linek önkéntelen döntése nagyon összecsengett. Milyen érdekes a dolog így, ugye? Egyfeleg így utólag abszolút, így összetesz az ember mozaikot, hát mindenre ki. Ugye sok mindent tudni kellene. Azt is tudni kell, hogy a szürke, Velindó, az első győzelmét Gorán Mesetovicsal szerezte a nyeretlenek versenyébe, ugyanis hát az ember tervez, a menedzsment tervez, a sors pedig végez. Kvelindónak az osztrák derbibe kellett volna futni, és márciusban, mert előnevezéses versenyek, még a szezon kezdés előtt, ugye mind a szlovák pozsonyi derbi résztvevőjét, mind pedig az osztrák derbi résztvevőjét ugye meg kellett küldeni, kvázi elő kellett nevezni. Az osztrák derbire volt Kvelindó nevezve, és úgy volt fölépítve a versenye, hogy Jaroszláv Linek az első pillanattól kezdve tudja őt lovagolni. Azonban egy Sharpshooter Storm nevű lovacskánk, aki a magyar derbi indulója lett volna, sajnos olyan ménes jeleket mutatott az első versenynapra utazva, fölborítva akkor a versenynapunkat is, hogy sajnos a versenyt követő szerdai napon ki is kellett herélni. És mint tudjuk, derbibe csak kancák és mének indulhatnak, heréltek nem. Így aztán úgy voltunk vele, hogy döntés ide, döntés oda, magyar futtató inkább Magyarországon fusson derbibe, semmint Ausztriába és Magyarországon ne legyen derbilova.
És így került végül is egy ilyen cserére sor, hogy az első versenyében, élete első versenyében Gorán Mezsatovicsal tudott nyerni. Pozsonyban most lesz majd a derbi, ugye? Két hét múlva. Mentek? Lesz ott ló? Igen, természetesen megyünk és lesz lovunk. A Bratislavska Milla 1600 méteres versenyében Bo Dreamer, a 3 éves és idősebb kancák listet 2000 méteres versenyében pedig Claudia Octavia, illetve trénerünknek egy 2 éves nyeretlen lova is, Mr. Machine is indulni fog az 1200 méteres második kategóriás versenyben. Derbi nem lesz ott ló? Nem. Aki oda lett volna nevezve, Pomorosso, ő ezelőtt 3 héttel nyerte élete első versenyét, és nem mutat olyan formát, hogy feltétlenül így van. Kvelindónak most akkor hogy néz ki a eredménylistája? Kvelindó a szerencsének és a tudásának is köszönhetően makulátlan. Ez azt jelenti, hogy 4 futás és 4 győzelem áll a neve mögött jelen pillanatban. Lehet, hogy elárulok valamit, ami idáig nem hangzott el a sajtó nyilvánossága előtt sem. Ez egy óriási dolog volt, hogy Magyarországon a magyar derbi 2 favoritja, ha úgy tetszik, veretlen volt. Ugyanis ezt megelőzően, visszanézve az évtizedek krónikáját, derbibe veretlenül összesen tudomásom szerint 2 ló, Imi és Imperiál tudott eljutni. Ugye, mint tudjuk, Imi Imperiál apja volt. Igen. Azóta nem volt erre példa, hogy veretlenül, és ráadásul 1 évjáratban 2, ráadásul egy mén és egy csődör érkezik. Egy dolgot nagyon szeretnék elmondani. Mr. Penhez áttételesen mi is kötődünk, hiszen egy Hernando apaságú kancáról van szó, és 2 évvel ezelőtt pont ezzel a nagyon szimpatikus török szentmiklósi csapattal is velünk esett meg, hogy a Tatterzál őszi árverésén ugyanarra a Hernando apaságú kancára kezdtünk el licitálni. Ugye ezt úgy kell elképzelni, hogy egy nagy kör alakú csarnok, és csak látod, hogy emelgetik az ujjacskákat, és kiabál az árverés vezetője. Én nem láttam, hogy ők licitálnak, mert tőlem körülbelül 50 méter egészen máshol ültek, álltak, viszont ők észrevették, hogy egy másik magyar is licitál el óra, és ők leálltak az árveréssel. Így kerülhetett a mi tulajdonunkba Helikónia. Viszont a tavalyi évben rögtön kárpótolták is magukat, és 2 Hernando apaságú lóval tértek haza az árverésről, és az egyik ló ezek közül Mr. Ben. Sajnos időnk véges. Mit terveztek Kvelindóval ebben az évben? Milyen versenyeket? 3-as korona meg lesz-e? Tervezitek-e? Én úgy gondolom, hogy ha az egészség lesz, akkor mi mindent elkövetünk, hogy meglegyen. Rajta nem fog múlni, a csapaton nem fog múlni, hogy felkészítésébe odaérjen. Előtte még mindenképpen kell neki futni, hiszen, mint tudjuk, a 3-as korona utolsó ága a magyar Szent Léger, október 4-én fogják futni, és addig azért még bő 3 hónapunk Igen. van. Azért egy 3 éves lónak kell a tréning mellett azért a munka is, mert ő még mindig egy nagy-nagy gyerek, hogyha szabad ezt a kifejezést Igen. használni. Úgyhogy előtte biztos, hogy lesz neki egy 2000 méter fölötti versenye, nagy valószínűség szerint egy úgynevezett évjárat összehasonlító verseny, amikor találkozhat az idősebb vetélytársaival is, és utána fogunk megérkezni az ominózus Szent Léger, az esetleges 3-as korona megszerzésének lehetőségéhez. Ami azt hiszem, hogy a Kincsenpark jelenlegi vezetését ismerve szintén egy nagy szenzáció lehet, hiszen Magyarországon még nem fordult elő, hogy veretlen ló lett esetleg a 3-as korona birtokosa. Na hát akkor erre vigyázni kell. Egy nagyon rövid választ. Kiviszitek-e majd külföldre Igen. megmérettetni? Igen. Mikor tervezitek? Valószínűleg 4 éves korára. Köszönöm szépen. Igazán nincs mit. Köszönöm a meghívást és a lehetőséget. További sportosat.